Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt országgyűlés! Bebes István képviselőtársam felszólalására még annyiban szeretnék reagálni, és annyiban egészíteném ki az előző két percesben általam elmondottakat, hogy azt azért én meglehetősen sérelmeztem, hogy a 100 millióból végül is csak 82 millió maradt, még hogyha természetesen itt a zárolásokra is hivatkoztak, de azt gondolom, hogy nem ez lett volna az a cél, amin spórolni kellett volna. Ugyanakkor azért átfordítanám a dolgokat a pozitív oldalukra, és azt mindenképpen örömmel veszem, hogy arra utalt képviselőtársam is, hogy valamilyen formán ezt majd lehet rendezni, és hogyha jól vettem ki a szavaiból, akkor valóban egy olyan összeggel lehet ezt majd támogatni, ami ismét egy érdemi felújítást jelenthet a templom esetében. Ami azért is lenne fontos, mert azt még egyszer aláhúznám, hogy az ország harmadik legnagyobb barokk templomáról, Szent Gotthárd város egyik jelképéről lévén szó, ez mindenki számára üdvös lehet, vallási hovatartozástól, világnézettől függetlenül, hozzáteszem, hogy én magam is református vallású vagyok, és azt még azért hozzátenném, hogy nagyon fontos lenne az, hogyha 2014-re, azaz a Szent Gotthárdi csata 350. évfordulójára megtörténhetne a templomnak a teljes belső felújítása. Bízom benne, hogy a képviselőtársaim által beadott módosító indítványok ebbe az irányba tudják majd terelni a dolgokat. Köszönöm szépen a figyelmet!